Üdvözlet mindenkinek és salom! Valakinek kérdése van, javaslata vagy hozzászólása, megtalál minket ezeken az elérhetőségeken, és egyben lehetősége van mindenkinek arra, hogy amennyiben hasznosak találja a munkánkat, hozzájáruljon ahhoz. Így még több emberhez el tud jutni az információ, és nem csak egy oldalú lesz ez a folyamat. Köszönet, hála és dicsőség Abba huának. Üdvözlet mindenkinek, ez az új világrend hírek röviden az Infobubble csatornán 2020. január 17-én. Amennyiben valaki követi ezt a csatornát, az tisztában van azzal, hogy mindazok a dolgok, amik a politika nagy színpadán történnek, azt a célt szolgálják, hogy a tömegeket egy megadott irányba vezessék, és azt a célt, amelyet kitűzött magának a világot uraló és irányító elit elérjék. 2020. január 15-ei ez a hír, miszerint lemondott az orosz kormány. Én azt sem értem, hogy valójában miért is érdekel ez bárkit, aki eddig nem jött rá, hogy ezek a karakterek szó szerint csak bábok, az most óriási lemaradásban van. Ha esetleg ez nem lenne nyilvánvaló a báb, ami egy főnév, ez egy mozgatható figura, amit mese vagy történet eljátszására használnak, Emberi vagy állati alakot ábrázol, kézre húzható vagy zsinórral mozgatható. Ez wikiszótár.hu. Arcanum.hu azt írja a bábról, hogy ez egy játék baba, bábjáték figurája, de ami számunkra érdekes, az egy akarat nélküli ember, egy báb kormánynak a része. A baba vagy bábúnak az alak változata. A bábú az egy játékbáb, társasjáték stilizált ember alakú figurája. Ez az, amit minden nap az emberiség nagy része néz a televízióban. Egy társasjáték stilizált ember alakú figurái, akarat nélküli emberek. A kabinet röviddel azután jelentette be távozását, hogy Vladimir Putyin elnök megtartotta év elejé sajtótájékoztatóját. Ez a rengeteg káosz, mint az USA és az Irán közötti konfliktus, a hamarosan bekövetkező Brexit, illetve az azt megelőző meglepő eredmények a brit választásokon, vagy most az, hogy lemondott a teljes orosz kormány röviddel azután, hogy Vladimir Putyin megtartotta évértékelő beszédét, én úgy gondolom, hogy mind azt vetítik előre, hogy ez az év tele lesz meglepetésekkel. A kormány teljes összetételében lemondott. Medvegyev, orosz kormányfő és kabinetjem lépését elfogadta az elnök. Egyúttal felkérte a kormány tagjait, hogy az új kabinet megalakulásáig ideiglenesen folytassák feladataik ellátását. Orosz elnök felajánlotta Medvegyevnek az Orosz Biztonsági Tanács elnök helyettesi posztját. Portfólió ugyanerről számol be azért, mert a híreket gyártják számunkra. Ugyanúgy gyártják a híreket, ahogyan gyártják a történelmi eseményeket, ahogy legyártották az egész történelmet, amit ma az emberiség azt hiszi, hogy ismer. Nem arról van szó, hogy ez nem történt meg, arról van szó, hogy ez csak része a nagy színház előadásának. Ha már a nagy színháznál tartunk, mutatnék egy érdekességet azok kedvéért, akik még mindig nem értik, hogy mi is az, ami történik körülöttük a világban. 2016. októberében megjelent az Avenged Sevenfold The Stage című új albuma. Avenged Sevenfold egy rock vagy metal zenekar, címadó daluk pedig a The Stage. Annyit tesz, mint színpad. Ez a videóklip távolról egy színházat mutat, amit homályosan látunk és szép lassan közelítünk hozzá. A bejárat fölött látható az együttesnek a címere, ami egy koponya és két szárny jobbra-balra kiáll belőle. Ezzel már nem szeretnék senkit terhelni, hogy mit is jelent ez. Számtalanszor megbeszéltük már villámgyorsan néhány képet azért mutatni. Ez különböző országok címerei, ahol ugyanezt láthatjuk kisebb variációkkal a szárnyas kerék, vagy ez a szárny. Középen ez a karakter reprezentálja a napot, vagy a nap istent, melyet a világ tudatlanságában szolgál. Eltorzítva az üzenetet, melyet Malachias vagy Malachia négyes fejezetben olvashatunk a második versben és feltámad nektek, akik félitek az én nevemet az igazságnak napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt, kimentek, ugrándoztok, mint a hizlalt tókok. Kezdetektől fogva mi használjuk ezt a korrupt szimbólumot, meg sok mást arra, hogy félreértelmezzük a teremtő szavát. Láthatjuk a fényeket a színházban, melyek képviselik a csillagokat, vagy a malachimot, akiket a világ angyalokként ismer, melyek az ellenség Satán vezetésével irányítják és uralják az életünket. Láthatjuk azt is, hogy Vlauder Lauders presents Fantastical History, melynek jelentése, hogy Vlauder Lauders előadja a Fantasztikus Történelem című előadást. Fantastical History of the World a világ fantasztikus történelme, hiszen a történelem nem más, mint a fantázia szüleménye, kitaláció, a képzelet eredménye. Lauder jelentése egyébként dicséret, vagy pedig dicsőítés, himnusz, vagy pedig egy dicsőítő zene, akár vallásos értelemben is. Utalván arra, hogy az emberiség tudatlanságában dicsőíti ezt a történelmet, amelynek semmi köze nincs az igazsághoz és a valósághoz. A jegyeket pedig erre a hazugságra, az ellenség az, aki osztja. Ezért vannak a gyűrűk, melyek a koponyákat ábrázolják ennek a jegyárusnak a kezén. Professor Batz neve szintén szerepel itt, Batz pedig egy halom vagy valami, amiben nagy mennyiség van. Egy ezüst alapú pénzélben Dél-Németországban. A Batsen német kifejezésből származik, amely annyit tesz, hogy össze van ragasztva valami. Össze van sütve, Pont olyan, mint a történelmünk össze van tákolva. Egy halom hazugság. Biztos ismeri mindenki a kifejezés, hogy ezt okosan kifőzte, vagy kiforralta, vagy kigondolta. Ez az, amiről szó van itt. Találkozunk a jól ismert szimbólummal az egy szemmel. Azt mondják nekünk, hogy see the past come to life. Vagyis figyeld a múltat, amint életre kell. És légy szemtanúja a valódi múltnak. Melody of Mankind annyit tesz, mint a betegsége, vagy a komoly problémája az emberiségnek, ami nem más, mint a fantasztikus történelem, a hazugsága, amely a mindennapjainkat alkotja. Olyannyira próbálkoznak elmondani, hogy ez a karakter még rá is mutat nekünk a jól ismert síró fejre, mely a tragédiát, a színjátékot szimbolizálja, ami a történelmünk. Fel is hívták a figyelmünket arra, hogy figyeld, és légy szemtanúja a történelemnek a fantasztikus hazugságoknak, amelyek az életünk. Putyin azt mondja, hogy a népszaporulatért küzd és alkotmánymódosítást javasol míg az emberiség túlnyomó többsége abban a téveszmében él, hogy túlszaporulat van, és annyian vagyunk, hogy lassan lefele toljuk egymást erről a bolygóról, azt mondja Vladimir Putin, hogy Oroszország sorsa és történelmi esélye attól függ, hányan leszünk, azaz hány gyermek születik jövőre. Majd 5 és 10 év múlva, most 147 millióan vagyunk. A korábban elfogadott intézkedéseknek köszönhetően a közelmúltban néhány évig beindult a természetes népesség növekedés. Ezek szerint nép Képesség, csökkenés volt tapasztalható. A 90-es évek alacsony lélekszámú nemzedéke alapít családot most és ismét csökken az újszülöttek száma, a cél pedig az, hogy 1,5-ről 1,7-re emelkedjen az egy nőre jutó élveszülések szám. Ezek azok a hazugságok, amelyekről szól Avenged seven Sevenfold the Stage című klipje. Az ostoba érdektelen emberek közönnyel és tudatlansággal szemlélik az eseményeket, melyek kibontakoznak a szemük előtt. Mit sem sejtvén arról, hogy mindaz, amit ők gondolnak a világról, az nem más, mint a fantázia szüleménye. Ez a fantasztikus történelem. Evan Sevenfold klipje ezután végigvezet minket mindazokon a hazugságokon, amelyeket mindenki ismer a több millió éves történelemtől elkezdve a római birodalomig, világháború Egyiptom, stb. stb. Mindazok a dolgok, amelyeket az évszázadok során számukra kitaláltak azok, akik uralják és irányítják ezt a világot. Én nem azt mondom, hogy minden hazugság, ami a történelemben van, én csak azt mondom, hogy mi is olyanok vagyunk, vagy legalábbis egy ponton voltunk, mint ezek az emberek, akik nagyszerűen szórakoznak azon, ami gyakorlatilag egy hazugság. Azt mondják, hogy ha nem tudod, hogy ki az, aki mindenki nevet, akkor te vagy az. Sajnos ez a helyzet velünk is. Ezért van az, hogy amikor az orosz elnök az közli, hogy a költségvetés további 550 milliárd rubelt, ami durván 2200 milliárd forint szán az egészségügy fejlesztésére, illetve az orvosok lakhatási és egyéb szociális problémáinak megoldására, akkor mindenki elhiszi, hogy szerinte ezzel elérhető lesz, hogy a jelenlegi 73 évről tovább emelkedjen a születéskor várható élettartam, ami már így is 8 évvel magasabb, mint 2000-ben volt. Az államfőnek, azaz neki joga lenne a miniszterelnök és a miniszterek leváltására, annak ellenére, hogy azt a parlament javasolná és terjeszteni elő, és ő is maradna a fegyveres erők főparancsnoka. Vladimir Putin mandátuma 2024-ben jár le, és a jelenlegi alkotmány értelmében nem indulhatna még egyszer a poszt megszerzéséért. Azonban a kormányfői jogkör javasolt kibővítésével egyben felmerült annak a lehetősége is, hogy 2024 után a jelenlegi államfő a kormányfői székbe átülve maradhat hatalmon, ami egészen elképesztő. Azt hiszem, hogy így mindenki fejében értelmet nyer, hogy mit is jelent a báb valójában. De ha nem is, akkor ha valaki végig várja a The Stage című videoklippet, amit a tudatlan emberiség jó ízűen végig nevet, akkor egy érdekes jelenetnek lehet a szemtanúja. Mikor a füst elül a nézőtéren, akkor az szépen lassan megtelik a fantasztikus történelem szemlélőinek egy új csoportjába. A bábokkal. 24.hu szintén beszámol erről az eseményről, miszerint Vladimir Putin elfogadta Dimitri Medvegyev orosz miniszterelnök és vele együtt a teljes kormány lemondását. Köszönetet mondott nekik, és elárulta azt is, hogy nagyszerű együttműködés volt annak ellenére, hogy nem minden sikerült. Medvegyev azt mondta, hogy a változások, melyeket Putin javasolt, minden valószínűség szerint a megvitatások után elfogadják majd őket, jelentősen meg fogják változtatni nem csak az alkotmány cikkeinek egész sorát, de a hatalmi egyensúlyt is a végrehajtó, a törvényhozó és a bírói hatalom között. Sok egyéb mellett indítványozta azt is, hogy kikerüljön-e az alkotmányból az a kitétel, hogy valaki egymás követően legfeljebb csak két ciklus erejéig tölthesse be az elnöki tisztséget Oroszországban. Putyin már ugye negyedik ciklusát tölti az elnöki hivatalban úgy, hogy az első két elnöki időszakát követően négy éven át kormányfő volt. Ha már arról a szárnyas napról beszélünk, akkor itt van Oroszország hivatalos címere. Az alkotmánymódosítás csomag szerint az államfőnek emellett jogában kell álljon a miniszterelnök, valamint a kormány, az alkotmány és a legfelsőbb bíróság tagjainak, Továbbá a védelmi testületek és erőszak szervezetek vezetőinek a kinevezése. Medvegyevhez hasonlóan a kormányhivatalnokok világszerte ezek a bábok, akik nézik ezt az előadást és alakítják azt. Hogy pontosan kik ezek, annak az elemzésére nem vállalkozok. Ha valakinek van esetleg ötlete, akkor mindenképpen a hozzászólásokban írja meg azt. Az érdekesség az igazából ezután következik csak, mikor meglátjuk, hogy kik is azok, akik irányítják ezeket a bábokat a nézőtéren. Ez már itt egy egyszerűbb feladat. Kim Jong-un baloldalon, őt követi a német kancellár Angela Merkel, Hillary Clinton középen, mellette Vladimir Putin, és a sort a kínai kormányfő Xi Jinping zárja. Többek között ők azok, akik mozgatják a világ eseményeit. Mikor azt olvassuk tehát a népszavában, hogy lemondott az orosz kormány, Putyin megnevezte az új kormányfőt, akkor ennek a báb előadásnak láthatjuk az élő verzióját a saját szemünk előtt megjelenni. Biztos vagyok abban, hogy azok számára, akiknek ez egy ébredés pillanat, ez egy elég kellemetlen felismerés. Meg kell értenie azonban mindenkinek, hogy ezen a pillanaton át kell lesni, és mindannyian át is estünk ezen, mikor felismertük azt a tényt, hogy a világot ezek a számunkra láthatatlan kezek irányítják a háttérből, ők azok, akik ezeket a szálakat mozgatják. Ezért van az, hogy az orosz hírügynökségek jelentése szerint a kormány teljes összetételében lemondott, és ugyanezt a hírt olvashatjuk minden egyes hírportálon, akár nyomtatott, akár online. És gondolom nem okoz senki számára nagy meglepetést az, amikor rájön arra, hogy ezeket az embereket is mozgatja valaki a háttérből szóró-szóra ugyanazt ismétlik meg itt, amit már olvastunk az előző három helyen. Ez azért van, mert a Reuters és az Associated Press az a két hírügynökség, ami nagyjából lefedi egész Európát, majdnem az egész világot. Arra kérek mindenkit, hogy ne akarja megölni a rossz hírhozóját, de ez itt az amerikai helyzet a különböző hír és média ügynökségek kapcsán hat darab cég van, ami ezt az egész piacot uralja, ez az AT&T, Comcast, Disney, ez a 20th Century Fox, Viacom és a CBS. Ehhez a hathoz tartoznak azok a cégek, amelyeket mindenki nagyon is jól ismer. Úgy, mint a Lucasfilm, vagy DreamWorks, ABC, Paramount Motion Pictures, Fox Searchlight, National Geographic, a Disney Channel, CBS Studios, Nickelodeon, Hulu, Warner Brothers, Cartoon Network, CNN, DC Comics, Marvel, Turner, a választék pusztán egy illúzió. Hogyan másképp lenne lehetséges létrehozni egy ilyen videóklipet, amelyet most szemlélünk? Hogyan lenne lehetséges az, hogy újra és újra ugyanezek a szimbólumok bukkannak fel mindenhol? Azért, mert ugyanaz az erő irányítja az egész világot a háttérbe. Lépten nyomon elmondják nekünk, mert tudják, hogy már mindegy. Tudják, hogy a legtöbb ember alszik és megelégedett azzal, amit tud a világról. A bábmesterek azok, akik a háttérből irányítják az eseményeket. Azok a bábmesterek, akiket az emberiség nagyon is jól ismer. Sajnálatos az, hogy a legtöbb ember túlságosan naív és túlságosan tájékozatlan ahhoz, hogy megértse, hogy mi is az igazság. Putyin szerdán bejelentett egy népszavazást is, mely tárgya az elnöki hatalom átadása a parlamentnek. Persze olvashattuk korábban, hogy hogyan is képzeli ő el a hatalom átadását. Ez a nagy színháznak a lényege. Mindenki teszi a dolgát teljes harmóniában, annak ellenére, hogy a többség számára úgy tűnhet, hogy a világ az káoszba süllyed. Elfeledkezik azonban mindenki arról a tényről, hogy bár a legtöbb ember számára felfoghatatlan az, hogy egy ilyen csodálatosan koordinált összeesküvés egyáltalán létezhet, mely az emberiség egész történelmét lefedi több millió résztvevővel együtt. De ez azért van, mert a háttérből a szálakat nem más, mint maga az ellenség személyesen az, aki mozgatja akit a világ úgy ismer, hogy Lucifer, vagy ha setán, Ez az, ami kiderül Avenged Sevenfold The Stage című videóklipébe. És ez az, amit látunk a szemünk előtt kibontakozni nap, mint nap. Valakinek kérdése van, javaslata vagy hozzászólása, megtalál minket ezeken az elérhetőségeken, és egyben lehetősége van mindenkinek arra, hogy amennyiben hasznosnak találja a munkánkat, hozzájáruljon ahhoz. Így még több emberhez el tud jutni az információ, és nem csak egy oldalú lesz ez a folyamat. Köszönet, hála és dicsőség Abba Huának, halleluja és salom!